Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti magazinja. Pattanásig feszült a viszony Ukrajna és Oroszország határán. Mi várható és milyen hatásai lehetnek egy esetleges háborúnak a kárpátaljai magyarokra nézve? Erről is szó esik ma, de előtte nézzük a tartalomjegyzékünket. Vendéglátás pandémia idején. Milyen évet zárt a szektor? Civil díj. Idén is díjazták a megye legjobbjait. Háborús helyzet. Mi várható Ukrajnában és Kárpátalján? Korlátozások és lezárások között zajlott a múlt év a vendéglátásban. Volt, amikor egyáltalán nem fogadhattak vendégeket, volt, amikor csak szigorú körülmények között. Milyen volt így a tavalyi év, és mit várnak 2022-től? Vendég a stúdióban Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval színes volt a 2021-es esztendő mindenképpen a vendéglátásnak. Az év elején azért eléggé megijedtek, úgyhogy jól tudom. Hát nem is eléggé, de nagyon-nagyon. Így van, eléggé színes, és nem csak színes, hanem izgalmas is volt. Az eleje az a technikai blokk alá kerültek az éttermek, illetve a szállodák. Értem az alatt, hogy a vendégeket csak korlátozottan lehetett fogadni, vagy egyáltalán nem lehetett fogadni, vagy csak a teraszon lehetett fogadni, vagy csak üzleti vendéget lehetett fogadni. Aztán, amikor lehetett vendéget fogadni, akkor is külön a családokat, külön az esküvőket, külön a rendezvényeket, külön a betérő, az oltott, oltatlan. Tehát sok-sok fogalommal kellett megismerkednie a vendéglátó szektornak, és sok-sok olyan dolgot kellett beszereznünk, amely nem mindennapi, de hát megtanultunk ezzel együtt élni, ismerjük ezeket a fogalmakat, ismerjük a jó gyakorlatokat, és ezek mentén most jelen pillanatban tud működni minden a maga rendje, módján. Azt kell, hogy mondjam, hogy a vendéglátók, a szállodák, a turisztikai szektor az felkészült a folytatásra, zárásra nem számítunk egyáltalán. Mindent a legjobb gyakorlatok mentén kezelünk, a vendégfogadástól egészen a vendégek távozásáig, ez mind a gasztronómia, tehát a vendéglátás területén, az éttermekben, de mondhatnám ezt a szállodáknak a jó gyakorlatai mentén is. Sok vendéglátó egységnek kellett megszűnni a 2021-es esztendőben a pandémia miatt? Nagyobb volt a megijedés, mint amelyet gondoltunk. Voltak, akik vissza tudtak jönni, de sajnos ők voltak, akik már nem tudtak visszajönni, vagy egy új iparágat választottak maguknak, vagy kollégák hagyták el nagy számban a szektort. Ők általában, akik elhagyták és szakmabeliek voltak, ők az építőiparban kerestek új jövőt maguknak, megtanulták a szakmát, sokan vissza sem jöttek, egy 10%-uk jött vissza a időközben a zárás, vagy a technikai zár alatt eltávozó dolgozókból. A vendéglátó szektorban pedig egy 10-15%-a lemorzsolódás volt. Ketté kell, hogy szedjük az országot ilyen tekintetben, ugyanis Budapest és a vidék. Budapesten még a mai napig van nagyon sok olyan szálloda, három csillagtól fölfelé, akik nem tudtak kinyitni, vagy nem nyitottak ki. Hát a nagy sikerű és a nagy régmúltú és Európa szerte híres Gundel étterem az elmúlt napokban nyitotta meg kapuit újra. Tehát ők közel 2 évig voltak zárva. Nem egyszerű a helyzet a mai napig sem. Úszunk az árral, de ha 2020 februárjában beszélgettünk, és visszakeressük ezt a beszélgetést, akkor én azt mondtam, hogy ez valamikor 2022 közepére és a végére fog megnyugodni. De amikor visszatérünk majd a teljes vágányra, amely 2019-et jelentette, tehát az a bizonyos bázispont, vagy az a bizonyos nullapont, ez majd 2024-ben fogjuk tudni elérni ugyanezeket a számokat. Volt némi növekedés, hogyha a 2020-at vesszük alapul, de ez 2021-ről beszélek, de még mindig nem értük el a 2019-es szintnek a 60%-át sem. Akkor ez azt jelenti, hogy a szakmának a fejlődését is eléggé keményen visszavetette ez a pandémiás időszak. Hát azt, amit az elmúlt 10 évben összeraktunk és fejlődésben léptünk lépcsőfokról lépcsőfokra, sok-sok esetben vissza kellett lépni, hát itt fölhívnám a kedves nézők figyelmét, illetve a szerkesztő úr figyelmét is arra, hogy tavaly ilyenkor, Valentin napkor még azt a bizonyos menüt mondtuk, hogy egy dobozba zárjuk ezt a bizonyos szerelmet, amely a mi szerelmünk, a menü, az étel elkészítése, amelyet most szabadon élvezhetünk majd minden étteremben, azt tavaly ilyenkor még egy dobozba kellett csomagolni, és úgy tudtuk átadni a vendégeknek. Tehát sokat kellett visszalépni a technológiába, sokat kellett visszalépni a gondolkodásmódba,
voltak olyan alapanyagok, amelyek nem voltak elérhetőek, amelyek most már kezdenek megint ott lenni a boltok polcain. Mondjon példát. Hát a marhahússal nagyon meg voltunk lőve, az érlelt marhahús az nem nagyon lehetett beszerezni. Friss vágású marhahúsok voltak halakból, nem lehetett csak defrosztáltat kapni sok-sok esetben, az pedig bizonyos jégpáncélokkal vannak ellátva, az a minőségét is rontja, nem látsz bele, hogy mi van a jég alatt, csak fagyos terméket lehetett egy időpontban kapni, mindenki elkezdte befagyasztani a termékeit, az előhűtött termékeit is. Tehát igazi zsákba macska volt a alapanyagoknak a beszerzése. Pozitívat nem tud mondani 2021-el kapcsolatban? Tehát de a közepe az teljesen jól sikerült, a nyár az egy nagyon jó volt, én nem azt mondom, hogy minden idők legjobb nyara volt, de egy nagyot lehetett ugrani előre. Ahogy kinyíltak a teraszok, pár hét múlva már be lehetett menni az éttermekbe is, innentől kezdve beindult a daráló, és tényleg úgy éreztük magunkat, hogy egy darálóban vagyunk, ugyanis reggel, amikor megnyitott az étterem, vagy kinyitotta a szállodai reggeliző, onnantól kezdve megjelentek a vendégek, egészen addig, ameddig be nem zártuk. De hát a 365 napból... Ez nem jelenti azt, hogy a hasznot vissza lehetett dolgozni ebben az időszakban? Hát csak csökkenteni lehetett a hiányt. 365 napból dolgoztunk 80 napot normálisan. Ez a 80 nap, ez arra lett volna jó, arra lehet gondolni, hogy a mondjuk a balatoni szezonalitás az körülbelül egy 80 nap, na most a 4 évszakra húzódó vendéglátás az egy 80 napos vendéglátás és turisztikai attrakció lett 2021-ben. Természetesen a Covid-nak a 4. és az 5. hulláma ez folyamatosan nyomja rá a bélyegét a céges rendezvényekre, elmaradtak a decemberi céges rendezvényeknek a zárópartijai, ugyanígy elmaradnak most a nyitópartik, de egy-egy kisebb meeting, egy-egy kisebb konferencia azért már bejelentkezett sok-sok helyre. Kollégák bizakodnak, nagyon remélik, hogy a 2022-es év az legalább 15-20%-kal jelentősebb lesz, mint a tavalyi, és már most a tavalyihoz képest biztosan tudom mondani, hogy ez már most jobb. A célközönség is azért nagyban átalakult, gondolom nem a külföldieket szólítják meg első körben, hanem a belföldi turistákat. Hát igen, az első mondata az enyém annak idején az volt, hogy legyen belföld az új külföld, a másik meg az, hogy ha vendég van, akkor minden van, és mind a két mondat ez bejött, teljes mértékben a magyar piacra szegmentálódik most mindenki, de nem feledve a külföldi küldőpiacokat sem. Most jelen pillanatban a szállodáknak a nagy része azokból a vendégekből tud érvényesülni, élni és tölteni azokat a bizonyos szállodai kihasználtságokat, amelyeket az üzleti vendégek hozzák, és ezeknek a nagy része viszont már külföldi. Tehát kezd visszaállni a béke a turisztikai piacon, megjelentek a külföldi lányvállalatok vagy nagyvállalatoknak a külföldi munkatársai, akik a magyar szállodákat erősítik mindenféleképpen, ugyanis itt a napi költése egy külföldi turistának, és most pontot is teszünk annak az ügynek a végére, hogy Budapest miért szereti inkább a külföldi turistát, mint a magyar vendéget, mert a napi költése körülbelül 4-szer annyiba kerül, mint a magyar vendégeknek, és természetesen a magyar vendégek viszont azzal tudnak kompenzálni, hogyha ellátogatnak egy minőségi vagy egy kevésbé frekventált helyre, szép kártyával fizetnek, ott akik szép kártyával fizetnek, ott nem nézik meg, hogy mennyit költenek. Úgyhogy egy nagyon nagy dobás volt, hogy a szép kártyát kinyitották tavaly nyáron a szálloda fült el lehetett a vendéglátóegységeknél is, és viszont egy nagyon hátrányos helyzet az, hogy most kinyitották, és a kis kereskedelembe is el lehet költeni a szép kártyáknak a zsebeit. Ez viszont nekünk nem tesz jót. Úgyhogy vannak olyan dolgok, amelyek előre viszik az ipart, vannak, amelyek egy picikét, ha nem is hátráltatják, de húzzák a fejlődésnek a lehetőségét. Önök hogyan tudtak reagálni a pandémiára, hiszen ön a Baktalóránházi Fenyves Hotel és Konferencia Központnak a tulajdonosa is, tehát mennyiben kellett reagálni erre a pandémiás helyzetre, hogyan tudtak úgy reagálni, hogy aki tényleg oda megy és félti az egészségét, de ugyanakkor szívesen kikapcsolódna, az mégis biztonságosan megteheti. Nem csak ezek a példamondatok, vagy ezek a jó mondatok hagyják el az embernek a száját, hanem folyamatosan gondolkodik, és azon agya, hogy azok a vendégek, akik valóban az egészségük megóvása a fő célpont, de mégiscsak utazniuk kell, akár üzleti, akár turisztikai formában, ők minket válasszanak, élmény, nyugalom,
ez a kettő, ez minden áron nem csak mondani kell, hanem ezt be is kell bizonyítani, hogy ez így van. Az élmény az maga az élményszerzés, amelyet a fenyves szolgáltatásai kínálnak, a nyugalom és az egészségnek a megóvása pedig ózongenerátoros fertőtlenítésekkel, kézfertőtlenítő pontokkal. Optimalizáltuk a létszámot, kivettünk asztalokat például az étteremből, pihentetjük a szobát, ugyanabban a szobában egy nap, tehát 24 óra leforgása után nem érkezik új vendég, egy ózongenerátoros fertőtlenítés után sem. Az ország többi szállodájában is ezt bevett gyakorlatként használták? Sok helyen igen. Sok helyen igen, ez egy nyugat-európai példa volt, amelyet nem csak a nyugat-európai kollégák használtak, hanem a Magyar Turisztikai Ügynökség a jó gyakorlata, illetve a Magyar Nemzetgasztronómiai Szövetségnek jó gyakorlatai ezek egyben is, és hát megpróbáltuk ezt saját magunk gyakorlatává tenni, illetve átalakítani. Nálunk belefért a 24 óra, ugyanis a szobáknak a száma, a nagysága az lehetővé tette ezt, hogy egy 50%-tól több kihasználtsággal is tudott így menni a ház. Úgyhogy... Beszéljünk még a további kihívásokról, ami 2022-t illeti, mert hogy ugye a pandémia az hozott egy inflációt, és egy elég erős inflációt, egy áremelkedést. Hát lehet hallani arról, hogy az alapanyagok is eléggé keményen, mármint az áraik eléggé keményen emelkednek. Ezt önök be tudják építeni az áraikba, vagy drasztikusan kell önöknél is árakat emelni? És igen, a szakmában, a szegmensben persze. Igen, nem csak az infláció drágította az árakat, hanem a munkaerő nek a bérezése. Egy akkora bérteher nyomja most jelen pillanatban a szektornak a vállát, amelyet nagyon-nagyon nehéz kitermelni. Feljött az inflációs hatás, aztán még az energia áraknak a hatása. Ezek egy 15-20%-os áremelést indikáltak január első felébe, és az én meglátásom szerint ez pünkösdig még egy 10%-kal meg fog dobódni, tehát meg fognak dobódni azok az árak, amelyeket most egy étteremben látogató közönség érzékelhet. És mindamellett, hogy a munkabérnek a nyomását azt tudják tartani a vállalkozások, illetve ki tudjuk fizetni azokat az elvárt béreket a szektor dolgozóinak, amennyiért hajlandók dolgozni és tenni. Egy szervizdíjat is be kell ezt majd vezetni a piacra, amely jelen pillanatban Magyarországon nem kötelező, vannak ajánlások, valaki 8, valaki 10, valaki 12% szervizdíjat alkalmaz. Ez a kedvező adózás teszi lehetővé a munkabérek kifizetése tekintetében, és így talán oda tudjuk emelni azokat a béreket, amelyeket nyugat-európai bérként emlegetnek sokan, sok helyen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy európai környezetben egy európai bért adni lehet, csak a másik oldalnak viszont egy európai munkamorált kellene alkalmazni. Sok esetben ez viszont nem egyenes arányos a béreknek a nagyságával. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm. Idén is kitüntették a megye legjobb civil aktivistáit. Ketten a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány és a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület képviselője vett át az elismerést kedden a megyeházán. Az átadón Helebrand Enikő járt. Második évada, hogy ezt kiosztjuk. Ezt a díjat azért alapítottuk, hogy olyan civil szervezetekben évtizedek óta, és két olyan személyt tüntetünk ma ki, akik évtizedek óta dolgoznak a civil világban, vagy legalább egy évtizede, akik abban a közösségben példamutatót alkotnak a maguk tevékenységével, és önkéntesen, önzetlenül végzik azt a sok esetben szervezési, adminisztratív, közösségépítési munkát, amelyet az adott közösségben végeznek. Február 1-e a civilek napja, mi mindig ehhez a naphoz igazodva hirdetjük meg a megyei médiumokon, a honlapunkon keresztül ezt a díjt. Lehet javaslatot tenni, most is érkeztek be javaslatok, amelyet egy kuratórium bírált el, és a kuratórium döntése alapján ítéljük oda a díjat. A cél, hogy felhívják a figyelmet a civilek gyakran háttérben maradó, de fontos munkájára. Nagyon örülök a kezdeményezésnek, hogy ezt a megyei díjat is megalapították, hiszen a civil nap alkalmából van egy országos díjat adó ünnepség is, ott is voltak megyei díjazottak, és ilyen módon fel tudjuk hívni a megye közvéleményének figyelmét azokra az emberekre, akik önkéntességben, a társadalom építésében évek óta következetesen dolgoznak. És úgy, ahogy elhangzott, mint egy díjazott
olyan, aminek én szívből örülök, mindkettőjüket. Én magam is régóta ismerem, és tudom, hogy milyen fontos az, amit az ifjúság nevelésében, a nyugdíjasokkal való foglalkozásban, hiszen László aktív nyugdíjas egyesületi elnök, illetve ebben a közösségben aktív munkát végez évek, évtizedek óta. ...1983 óta vezetek civil közösségeket, felépítettem több szervezetet, ebből 2-30 éves szervezet van, énekkar, tánckar, népzenével, népművészettel kapcsolatosan. A 30 év nagyon hosszú volt, és nagyon nehéz, fáradtságos, de megérte, mert a civil közösségekért dolgozni valahol kárpótolja az embert. Úgy érzem, hogy az utolsó 10 év, ami igen komolyan felépítette a civil szervezeteket, hiszen most hétvégén volt a országos civil kongresszus, amelynek a Szabolcs megyei civil szervezet képviselőjeként én is részt vehettem, és úgy éreztük, hogy a miniszterelnökség által szervezett kongresszuson az értékteremtő közösségek jelentek meg, és az a 600 szervezet, ami ott megjelent, új erőt, új lendületet adott számunkra. Ez a díj, amit most ma itt kaptam, megerősít ebbe a hitembe, és nagyon örülök annak, hogy ezt a díjat én megkaphattam. Programokat szervezek, ösztöndíjakat adunk fiataloknak, hátrányos helyzetű családoknak, fiatal felnőtteknek, fiataloknak próbálunk segíteni a programjaink által. A kulturális szabadidő hasznos eltöltését próbáljuk fő célként, meg fő vonalként ugye vezetni, hogy a mostani fiatalok egy olyan programon vehessenek részt, ahol a hagyományok, a kultúra, az értékeket tudják továbbvinni. Minden ugye az alapítványi anyagi hátterétől függ, ugye, hogy mit tudunk ugye megvalósítani. Maga az alapítvány támogatásokból, adományokból tud fennmaradni, és ugye ez mindig attól függ az adott évben, hogy milyen összegű pályázati lehetőségeink vannak, milyen összegű adományaink vannak, vagy az adó 1%-a. Fő feladat elsődlegesen ugye egy anyagi felhasználásnál, hogy elsősorban ugye a fő célkitűzéseket teljesítsük. Ez a hátrányos helyzetű fiataloknak, intézményeknek a támogatása, eszközbeszerzéssel, programokkal, és utána tudunk tovább gondolni bizonyos programokat, feladatokat, amire ugye marad költségvetés. A civilek munkája nem csak megyei, országos szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Pénteken volt a első országos civil konferencia Budapesten, és büszkék voltunk arra, hogy Szabolcsból érkeztünk, hiszen egy nagy küldöttség érkezett Szabolcsból, ami mutatja, hogy mind az Egyesület, mind a Civil Szolgáltató Központ jól működik. Ezt láthatja az egész ország. És büszke voltam arra, hogy a civil társadalom, amely erős több településen, itt a megyeszékhelyen és a megye több településén, az egy olyan hatékony, gyors, rugalmas segítséget tud adni a polgároknak, a valódi civil szervezetekről beszélek, amelyek területeket vállalnak föl, legyen az kultúra, oktatás, vagy azonos élethelyzetben lévőket, mint például Nagy Laciék, talán mondhatom így, hiszen több mint 3 évtizede ismerem, és ott nem csak egy nyugdíjas egyesületről van szó, hanem ott kulturális rendezvények is vannak. Ott voltam a Szent László emlékév kapcsán is Nyírteleken, és nagyon
nagyon összetett az a civil munka, amit ők végeznek. Határon átívelő kapcsolatokban is benne vannak Nagy Károllyal, egy nagyon jó kapcsolatot építettek. Tehát büszke vagyok arra, hogy az egyéni országgyűlési képviselői területemen dolgoznak a Nyírfa Nyugdíjas Klub, és természetesen Viktóriának is gratulálok, hiszen ő is nagyon áldozatos munkát végez. Talán még egy dolgot, egy befejező mondatot, amit sokszor elmondtam már, hogy a kisember és a nagy politika között kell egy civil szövet, egy civil kurázsi, amikor fölvállaljuk az ügyeket, legyenek ezek egyházi, kulturális, oktatási, szociális ügyek, és valódi közösséget építünk. Én a civileknek a lényegét ebben látom, hogy a helyi társadalomban valódi közösséget építenek, színvonalas programokat szerveznek, és úgy dolgoznak az egyesületekben található tagok, hogy egy olyan jövőképet is kialakítanak, amely gyerekeink és unokáink számára is példa. Úgyhogy még egyszer gratulálok. Pattanásig feszült a viszony az orosz-ukrán határon. Lesz-e háború, és az milyen hatással lesz Európára, Magyarországra és az ukrajnai magyar kisebbségre nézve? Vendégünk Körei László doktorandusz, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének munkatársa. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy jó estét kívánok. Én akkor fel is tenném a tételkérdést. Lesz háború ön szerint? Alapvetően ebben a helyzetben úgy látjuk, hogy egy diplomáciai kérdésen túli nemzetközi konfliktusról van szó, amely valójában a nagyhatalmaknak az erőmutogatása, erőfitoktatása. Én magam a mai álláspont szerint azt mondom, hogy egy háború ebben a helyzetben nem érné meg a térségnek. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz háború. A közvélemény nagyon fontos volna megnyugtatni ebben a helyzetben. És ugye a mai álláspont szerint Emmanuel Macron, francia államfő, tárgyal mind az orosz, mind az ukrán vezetéssel abban a kérdésben, hogy az Európai Unió egy tárgyalásos békés rendezéssel próbálja ezt a helyzetet közvetíteni, megoldani, és ebben felmerül az a kérdés, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól függetlenül az Európai Unió is tárgyalásos úton közvetítsen. Az uniós orosz elnöki tisztségét ugye franciák töltik be, Macronnak tehát a diplomácián túl nagyon komoly politikai szerepe is van. És hogyha nézzük ezt a narratológiát, akkor azt látjuk, hogy Emmanuel Macron mind a francia elnökválasztásra készülve, mind pedig az Európai Unió politikai vezetésére gyakorlatilag pályázva, ebben a helyzetben a békés tárgyalások után úttörő lehet. Ugye hétfői napon Vladimir Putyinnal, keddi napon Zelenszkij elnökkel tárgyal Emmanuel Macron, ami egy nagyon fontos jelentőséggel bírhat. Nagyon fontos, hogy itt az Amerikai Egyesült Államok, illetve az orosz föderáció között zajlik egyértelműen ez a konfliktus. Ha úgy tetszik, Ukrajna és a Krím hosszú évek óta egy ürügy, tehát azt senki sem gondolja komolyan, hogy Vladimir Putyin serege le fogja rohanni Ukrajnát azonnal. Ez egyrészt a jelenlegi NATO erőviszonyok miatt, a jelenlegi geopolitikai helyzetben így direkt módon elképzelhetetlen, hiszen Ukrajnát nagyon komoly védelem biztosítja mind a saját haderő részén, ahogy Zelenszkij elnök fogalmazott, mind pedig külpolitikai, geopolitikai térségben. Nagyon fontos, hogy itt a NATO csapatai alapvetően a védelmet és a biztonságot jelentik az ország számára. Ehhez egy amerikai támogatás és a szomszédsági országok támogatása is jelentős. Induljunk egy kicsikét a kályhától, én arra kérem, ezt a konfliktust valaki előidézte, valahonnan van. Kinek állt érdekében, és egyáltalán miért állt érdekében, hogy egyáltalán ez a konfliktus létrejöjjön? Igen, hát ugye, hogyha egy kicsit elmegyünk az összeesküvés elméletek világába, akkor több nézőpont és több narratíva van. Vegyük sorba. Az Amerikai Egyesült Államok az általa dominált NATO kapcsán az államoknak nincs cselekvési kényszere, hiszen Ukrajna nem tagja jelenleg ugye a NATO-nak. Az USA hadipari cégénél folyamatosan csörög a kassa, hogy garmadával szállítják a fegyvereket a térségbe. Az oroszok nyilván azt mondják, hogy ez amerikai érdeke,
De valójában ez mégsem így van, hiszen ha nézzük a másik nézőpontot, Oroszország joggal hivatkozhat arra a helyzetre, hogy az ő védelmi, az ő államközi egyezményeit is a NATO terjeszkedése és annak szövetségeseinek az előre nyomulása nagyban veszélyeztetheti. Egyéb gazdasági érdekek, hogyha nézzük az amerikai helyzetet, egyre több cseppfolyósított földgáz szállíthat Európába az Amerikai Egyesült Államok, addig Oroszország bukhatja az északi áramlat 2 engedélyezését. Tehát itt Amerika és Oroszország közötti szembenállásról is lehet szó. Nem beszélve arról, hogy a napokban látott napvilágot az a politikai jellegű tömörülés, hogy a Kína és az orosz közeledés az Amerikának nem tetszik. Tehát itt gyakorlatilag leképeződik az a fajta törésvonal, ami történetileg korábban a hidegháborús kétpólusú világ kapcsán, mára ugye erről nem beszélhetünk, mert multipolaritásról beszélünk, de ezek a törésvonalak itt vannak. Semmiképpen nem lenne jó egy háború, ezt nem gondolják sem az ukrán nemzetállam tagjai, sem az orosz nép tagja, hogy ez jót tenne. Egyik ország gazdasági, társadalmi és politikai rendszere sem arra van jelenleg berendezkedve, hogy a háborúból alapvetően nyeresség kovácsolható. Ugye itt a koronavírus helyzet, az intercovid helyzet, a pandémiás időszak 2 éves újtja a világot. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Beszéljünk egy kicsikét a magyar-ukrán viszonyról, hát nem túlságosan felhőtlen, hogy így finoman fogalmazzak. Igen. Ugye hát a magyar fél a kárpátaljai magyarok nyelvtörvényére hivatkozik, hogy nem támogatja Ukrajna NATO tagságát. Ezt már jó pár alkalommal elmondták, jó pár alkalommal elmondtuk. Ukrajna ennek függvényében miért nem változtat a politikáján? Nagyon fontos megjegyezni azt a tényt, hogy ez egy hosszú történelmi előzmény. Ugye Julia Timoshenko és a narancsos forradalom idejére vezethető vissza az ukrán nacionalizmus erősödése. Itt gyakorlatilag a kárpátaljai magyarjaink azt gondoljuk, hogy biztonságban vannak. Ugye diplomáciai, nagykövetségi szinten számíthatnak támogatásra. Nagyon fontos. Tehát akkor mondjuk, hogy biztonságban vannak. Biztonságban vannak, magyarok, igen, biztonságban vannak. És nagyon fontos, hogy ez sok szempontból, ami a Krímen zajlik, ez a térben is egy messze távoli időszak. Azonban lélektanilag nagyon fontos, hogy senki nem akar háborút, aki békében, konszenzusban és diplomáciában gondolkodik. Visszatérve a kérdésére, nagyon látványosan elkezdett erősödni az ukrán nacionalizmus az elmúlt időszakban, ami jelentős politikai és diplomáciai viszontválaszt váltott ki a magyar fél részéről. Tény és való, hogy az elmúlt egy évben hűltek a viszonyok. Ugye Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úr is nyilatkozott ez ügyben a nemzeti álláspontot képviselve. Ugye itt nagyon fontos, hogy Ukrajnában ez a területi megosztottság jelentős. Még a keleti orientáció az alapvetően az Orosz Föderáció felé húz, addig a nyugati rész, az ország területi államának a nyugati része, egy 40, több mint 40 milliós országról beszélünk, ugye itt az euróatlanti integrációban lenne érdekelt. Na most ez a területi állam nem válhat ketté, így a problémát egyben kell kezelni. Nekünk magyaroknak nagyon fontos, hogy biztonságban tudjuk határon túli magyar állampolgárainkat, és nagyon fontos, hogy az autonómia kapcsán a kisebbség és nyelvi pluralizmus megteremtődjön hosszú távon, ezért egy nemzetállam, egy anyaország mindig küzd, a nyelvtörvény sajnos egy súlyos visszalépés, és ott látszik, hogy az Zelenszky elnök mögül fogy ki a politikai támogatottság, az is világosan látszik, hogy ha az oligarchák összeállnak 2-2,5 éven belül, akkor előidőződhet egy olyan helyzet, hogy a Timoshenko féle blokk kezd erősödni Ukrajnában. Ennek már a háborús konfliktus előjele kapcsán látható jelei vannak. Nem tudjuk, hogy mi lesz 2-2,5 év múlva, ma azt tudjuk, hogy a békére, a konszenzusra és az erőszfitoktatás nélküli tárgyalásos alapokra kellene helyezni a hangsúlyt. Még kicsit a kisebbségi kérdésre visszatérnék, Ukrajnában azért jelentős számú lengyel kisebbség is él, és a lengyelek részéről nem hallani ilyen kompromisszumos megoldás, vagy hát ebbéli tevékenységet, hogy ők mindenképpen követelnék a nyelvtörvényt, hiszen az őket is érinti, nyelvtörvénynek a módosítását, visszavonását. A lengyelek részéről miért nincs ilyen?
Igen, hát ugye a lengyel állam, a lengyel szolidaritás valamilyen szinten más hangsúlyokat tart fontosnak, és nem helyezte ki aktuál politikai kérdésé ezt a nyelvi pluralizmust, ha úgy tetszik. Itt ugye egyértelmű a magyar kisebbségnek a helyzete, egyértelmű az, hogy az tényleg nonsens, hogy még a sírokról, temetőkről is lemaradták a magyar nevet, és ukránul kellett megjelölni. Tehát ez egy nagyon fontos lélektani kérdés. A lengyel félnek ebben a helyzetben nem volt törekvése. Én azt gondolom, hogy itt ebben össze kell fogni, és a konszenzus felé a kulturális sokszínűséget megmutatva biztosítani kell a kisebbségek számára azokat a jogokat, amely a politikai jogokon túl, állampolgári jog, nyelvi jog, stb. Erről egyértelműen szabályok, nemzetközi egyezmények is rendelkeznek, és ezeket Ukrajna folyamatosan megsértette az elmúlt években. Ön szerint milyen évek várnak a magyar kisebbségre Ukrajnában? Milyen sors? Bízunk benne, hogy egy konszolidált időszak is következhet a helyzet után, bár négy évente a határon túli, vagy a kárpátaljai kisebbség, magyar kisebbség nagyon sok esetben kampánytéma. Úgy igazából senki nem oldotta meg az ottaniak helyzetét, és nagyon fontos, hogy az anyaországgal egy jó kapcsolatot ápoljanak a határon túli szervezetek, és ennek a politikai, gazdasági és kulturális sokszínűségét tudják megmutatni a szolidaritás jegyében. Az ukrán nemzetállamban nyilván láttuk ezt a fajta visszalépést a nyelvi jogoknál, a politikai jogoknál, de én azt gondolom, hogy ha a határon túli közösség erős szövetségben és egységesen összeáll, akkor tudja a törekvéseit világos karakterek mentén megfogalmazni. Tehát nagyon fontos, hogy ők is mutassák meg az egységet a sokszínűségben. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!